Ugyanakúgy, mint legutóbb a gyakorló iskolában, a Krúdiban is zenés műsorral készültek a diákok arra az ünnepségre, melyet hétfőn délelőtt tartottak. Ekkor adták át ugyanis a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet az intézmény számára. Az intézményvezető szerint rengeteg olyan dolgot próbálnak beépíteni a tanulók mindennapjaiba, melyek segítik a fiatalok fogyasztói tudatosságra nevelését, ők pedig nagyon pozitívan fogadják ezeket. Én azt gondolom, hogy maga a kifejezés, hogy fogyasztói tudatosságra nevelés, ez nagyon komolyan és talán egy kicsit riasztónak tűnik, éppen ezért ezeket a dolgokat nem is így fogalmazzuk meg. Mindig játékosan, interaktívan, vetélkedők, különböző előadások, közös tevékenységek formájában, és tulajdonképpen nem is tudják, hogy ők most ezeken a folyamatokon keresztül válnak tudatos fogyasztóvá. Engedje meg igazgatóasszony, hogy nagy tisztelettel és szeretettel átadjam az oklevelet, hogy ezt a tudatosságra nevelő iskola díjat. Az oklevelet ezúttal is a cím kitalálója, Keszthelyi Nikoletta adta át. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár reméli, összefognak majd a győri iskolák a jó ügy érdekében. Az volt a célunk a pályázat kiírásával, hogy bár fogyasztóvédelem című kötelező tantárgy nincsen az iskolákban, de azért valamilyen módon a pedagógusok felismerjék azt, hogy a fogyasztói tudatosságra nevelés nagyon fontos, és főleg gyakorlati szempontból. És így, hogy már 5 iskola is van a városban, illetve a megyében 6 iskola van, nagyon hasznos lenne, hogyha az iskolák gyakorlati oktatás keretében együtt tudnának működni, és a Győr diákjai számára a fogyasztói tudatosságra nevelésre ösztönöznék a gyerekeket. Részt vett a rendezvényen Kara Ákos is, az államtitkár a Krúdi iskolát és magát a kezdeményezést is méltatta. A Krúdinak nagyon sok-sok értéke van, nagyon örülök annak, hogy a Krúdi is csatlakozik ahhoz a fogyasztói tudatosságot megjelenítő, fontosnak tartó iskolák közé, amelyhez már Győrben többen csatlakoztak. Én azt kívánom minden győri iskolának, illetve környékbeli iskolának, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen ez egy nagyon jó és nagyon fontos kezdeményezés. Győrben a Krúdi iskola volt az 5., a megyében a 6., az országban pedig a 41. olyan tanintézmény, mely fogyasztói tudatosságra nevelő címet vehetett át.